Üdv mindenkinek, sziasztok! Zozek vagyok a kabinból. Ismét a mentőautó átépítésének egy részletéről szeretnélek titeket tájékoztatni. Ez a rész lehető nem lesz annyira izgalmas vagy információval teli, mint az eddigiek, vagy amire számítotok. De ez is egy munkafolyamat volt, nem is kicsi, illetve hát ugye itt láttam meg igazán az eredményét a munkámnak. Ez pedig nem más, mint a maszkolás eltávolítása a fényezés után. Ugye meséltem arról nektek, hogy ki lett mindenhol maszkolva a mentőautó, ugye a zöld kockák körül, hogy le tudjam fényezni. Majd ugye több rétegben le lett alapozva, fényezve, lakkozva, majd kész lett, és ugye nem akartam ott a friss fényezés környékén lábatlankodni, nem akartam, hogy probléma legyen vele, tehát inkább ott hagytam, hogy teljesen száradjon meg. Ebbe beletartozik az is ugye, hogy nem akartam a maszkolást eltávolítani. Úgyhogy ezen napon, amikor bementem és valamit szerettem volna csinálni, ez a maszkolás eltávolítása volt, illetve egy másik dolgot is elvégeztem még egyúttal. Lényeg az, hogy mint a kisgyerekek karácsonykor olyan lelkesedéssel és kíváncsisággal húztam le a maszkolószalagot mindenhol a mentőről. Láttam én már az összképet, amikor ugye hátraléptem, hogy hogy néz ki a sárga mentőautó a fekete kockákkal, ugye az feketi átfényezett kockákkal, de nem láttam, hogy fest az egész teljes képében, mivel ugye a maszkolás rengeteg mindent kitakart, meg a maszkolószalag látszott, illetve nem láttam a fény visszaverő sárgát, hanem csak ugye egy ilyen papír maszkolást láttam. Tehát azt láttam, hogy maga a fekete szín az jó lesz, de hogy az összkép milyen lesz, azt nem láttam. Tehát én nagyon izgatottan húztam le a maszkolószalagot. Mindenhol körbe szépen leszedegettem, majd ilyen megint hátrévédtem egy 4-5 lépést, és így megvizsgáltam messziről a mentőautót, és így annyira jól néz ki, gyerekek, hogy én ezt elmondani nem tudom. Lehet, hogy valakinek nem tetszik, lehet, hogy valakinek más az ízlésvilága, lehet, hogy valakinek tetszik, lehet, hogy valaki szerint kurva jól néz ki, na én azokkal vagyok, de nekem nagyon bejön. Annyira jó ez a fény visszaverő sárga matricával, a gyönyörű szép fényes fekete fényezéssel, hogy nekem nagyon bejött. Egyetlen dolog bántottam én nekem nagyon a szememet, az évek alatt megfakult műanyag elemek, amik ugye a mentőautó elején, hátulján, illetve oldalt vannak, ugye ezek a úgynevezett lökhárítók, illetve az oldalcsíkok. Tehát ugye ez mind az évek alatt, ugye ezek szépen kiszívta őket a nap, és hát ugye ilyen elég csúnya szürke színük lett. Tehát ezt amikor úgy nézegettem messziről, mondom, jól néz ki, pláne egy kicsit így bal oldalt előről, de mondom, ez a nagy lökhárítót elől ebből a ilyen satnya szürke színnel, ez nekem nem tetszik, de mondom, nekem van erre egy trükköm, méghozzá a hőlégfúvas trükköm, de aztán megtaláltam egy még jobb trükköt, amivel még gyorsabban lehet halékodni, még hatékonyabb. És lényeg az, hogy elkezdtem ugye hőlégfúvóval, azért nagyon lassan halad a dolog, el lehet hőlégfúvóval kezdeni melegíteni a műanyag elemeket, amik elvesztették ugye évek alatt a szép élénk fekete színüket, és nem tudom, hogy milyen kémiai vagy vegyi folyamat megy végbe a meleg hatására a műanyagban, ne kérdezzétek, csak ezt tükröt annak idején valamikor nagyon-nagyon régen láttam, és én alkalmaztam már több alkalommal lökhárítókon, amikor például egy autót el akarok adni, akkor nagyon sokat lehet dobni a kinézetén ezzel, hogy a megfakult lökhárítókat hőlégfúvó az ember átmegy rajta, mondjuk egy 20 perces, fél órás munka, még annyi is talán, mondjuk egy 10 perces munka egy sima autó lökhárító. Egy 10 perc, negyed órás munka, hogy átmelegíteni az egészet hőlégfúvóval.
sokkal másabb, sokkal pofásabb lesz az autó. Nem lesz örök élet plusz két nap, tehát mondjuk ez egy idő után megint vissza fog ugyanúgy mattulni, de nem kell fényezni, nem kell csiszolni, nem kell új elemet venni, hanem csak egyszer az ember hőlékfúval végigmegy, és mondjuk egy fél év múlva megint hőlékfúval végigmegy rajta, és ugyanúgy visszanyeri a szép színét. Tehát ez a legegyszerűbb megoldás. Tehát szépen hőlékfúvóval így végigmentem ezen a lökhárítón, fú, mondom, tetszik, szuper, tök jó, akkor megcsinálom az egész oldalát. És akkor elkezdtem így hőlékfúvozni az oldalsó műanyag elemeket is, ugye ezek elég hosszúak, és így nem akar haladni. És egyszer csak valahogy így eszembe jutott, nem akarok hazudni, most nem emlékszem, hogy eszembe jutott, vagy pedig odajött valaki, és ő mondta, de lehet, hogy még talán elképzelhető, hogy valaki odajött még hozzá, az egyik lengyel srác azok közül, akik ugye lakókocsikat szoktak felújítani. És odajön és nézeget, te Zoltán, mit csinálsz? Hát mondom, hogy próbálom visszanyerni a színét. Azt mondja, hőlékfúvóval? Igen. Ah, van egy sokkal jobb megoldás. És mondom, mi? Azt mondja, torcs, mi a torcs? Ilyen lángvágó, vagy lángmelegítő, vagy nem tudom ennek mi a magyar neve, majd esetleg, ha valaki tudja, az kommentbe írja le. Ebben a videóban látni fogjátok, miről beszélek. Hogy ilyen nagyon éles szúrólángja van ennek a kis herkentyűnek, és rendes gázpalacról működik. Tehát az eredmény azért gyorsabb, mert sokkal intenzívebben kapja a műanyag a hőt. És lényeg az, hogy odahozta ezt a torcs. Mi lehet a torcsnak a megfelelője? Lángszóró az hülye hangzik, nem. Ilyen szúrólángja van. Tehát lényeg odahozta ezt a kis dolgot, és elkezdtem csinálni, és mondom, hallod, hát ne viccelj már, hát ez nem kétszer gyorsabb, hanem tízszer gyorsabb. És pont egy ilyen hátsó, elég nagyméretű műanyag elemen, mint látjátok a videón is, pillanatok alatt meg lehet csinálni. Tehát sokkal, de sokkal hatékonyabb és sokkal gyorsabb, mint a hőlékfúvó. Mert ugye a hőlékfúvó az kiad mondjuk egy ilyen maximum ilyen 200-300 fokos hőt. Ez a szúrólángos dolog pedig mondjuk lehet akár 5-6-700 fok is. Ugye arra kell figyelni, nem szabad sokáig egy helyen tartani, akkor azonnal megolvassza a műanyagot. Tehát így lehet látni egyszerűen szabad szemmel, hogy az ember csinálja ezt a melegítést, hogy azonnal nyeri vissza a műanyag az eredeti színét. Én úgy megörültem neki, hát nem akarok hozni az egész mentőautóval körbe, miután végeztem, ugye befejeztem a hőlékfúvózást, és elkezdtem ezzel a szúrólánggal csinálni, hát az egész mentőautón körbeértem szerintem negyed óra alatt, pedig van rajta műanyag elemi jó pár. Utána megnéztem a mentőautót, annyit, de tényleg annyit dobott rajta ez a, hogy a szép fényes feketéhez így valamilyen szinten hozzálettek melegítve, úgymond, vagy visszanyerték a színüket ezek a műanyag elemek is, rengeteget dobott nyomott alatba, úgyhogy én nagyon örülök neki. Most annyi, hogyha nem tudom én, fél évente egy kicsit kezd megmattulni a műanyag elem az autón, akkor fogom is, akkor egy ilyen szúrólángos dologgal gyorsan körbegyek, és megvan oldva a dolog. Úgyhogy le lett szedve a maszkolás, megcsináltam ezeket a műanyag elem renovációkat, úgyhogy utána csak járkáltam körbe-körbe, és úgy tetszett nekem ez az egész mentőautó fényezése tulajdonképpen, hogy én nagyon meg voltam vele elégedve. Azt láttam még egyébként, hogy ha majd kész vagyok, akkor a felső részét, ahol nincs matrica, azt majd el kell vinnem egy ilyen polírozó emberhez. Ismerek is egyébként, ott pont tőlem lesz egy autómosót, ahol foglalkoznak ezzel a srácok, el fognak kérni érte, nem tudom én, 40-50 fontot, de ki tudják polírozni az autót rendesen polírpasztával, ahogy kell, gyönyörű szépre, úgyhogy ezt meg is beszéltem, hogy velük egyik nap, még annak idején, majd jönnék, hogyha kész van, persze, nyugodtan, majd akkor megnézzük mekkora, meg hogy kell megcsinálni, és akkor mennyi munka lesz vele, és akkor az alapján adnak majd nekem árat. Mondom, tök szuper. Úgyhogy ennek az információnak már a birtokában voltam.
amikor itt történtek ezek a fényezéses dolgok. Ebben a részben most kb. Ennyi lett volna, ez most ilyen kicsit talán rövid kellett. A következő részben nem tudom, miről fog nektek majd mesélni, de nagy valószínűséggel folytatjuk a lakóautó építéssel kapcsolatos információkat. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomj egy lájkot, illetve ne felejts el feliratkozni, illetve a leírásban megtaláljátok a Instagram linkjét a lakóautónak, Cambulance egy néven. Remélem a következő részben találkozunk, addig is sziasztok!